Kedves nézőink! Jöjjenek most velünk és Filip Miklós polgármesterrel egy rövid sétára a faluban. A polgármester úr a továbbiakban riporterünk kérdéseire válaszolva a már létrejött, valamint a közeljövőben megvalósuló beruházásokról, újításokról tájékoztatja önöket. Beszél többek között a lakótelep kis utcáinak aszfaltozásáról, a temetői fejlesztésekről, a hegyi utak felújításáról, az óvodai és a faluházi napelemes rendszerek telepítéséről, a strandi újításokról, a hamarosan megépülő polgármesteri hivatal háromszintes épületéről. Filip Miklós polgármester kameránknak elmondta, hogy 4 év múlva Zánka gyakorlatilag intézményrendszerében és külső megjelenésében teljesen összkomfortos településé válik. Zánkán megtörtént itt a Naplemente utca folytatásában lévő kis lakótelep útburkolatának az aszfaltozása és ennek a műszaki átadása. Mit jelent ez a falu számára, polgármester úr? Hát először is 15 millió forint kiadás elsődlegesen, de nyilván az elsődlegesen az itt élők számára én úgy gondolom egy jelentős komfort érzet kialakítását, bővülését, hiszen itt az elmúlt években murvázással próbáltunk javítani az utak állapotán, de hát nyilván a talajszerkezet és maga a használat sem tette ezt megfelelően használhatóvá, és hát az önkormányzat helyzete ebben az évben lehetővé tette, hogy egy átfogó és végleges megoldással ugye egy 4 méter széles burkolatot kapott valamennyi telket érintő úthálózat. Így én úgy gondolom, hogy ennek a megközelítése rendeződött. Egy dologra hívnám fel azért az itt élőknek és a itt közlekedők figyelmét, hogy ez az út 3,5 tonna súlyterheléssel lett méretezve, ennyit bír, tehát ide nagy kamionok, szállítóeszközök nem jönnek, tehát akik még az építkezés előtt állnak, én azokat is kérem, és hát fel is szólítom, mert ennek bizony nyilván anyagi vonzata is lesz, amennyiben itt ez a burkolat egy nagyobb tengely terhelésű járművel közlekednek, vagy megközelítik és összetörik, akkor azt ki kell fizetni sajnos. Egyébként pedig használják egészséggel. Látható, még itt a háttérben még munkaképek dolgoznak, a vízelvezető árkok még teljes mértékben nem készültek el, tehát ott azon a lejtős szakaszokon, illetve ahol összegyűlne az esővíz, ott meg kell oldani még ezt a problémát. Igen, hát a mélypontokon várkok lesznek kialakítva, most is itt dolgozik ezen egy gép, és hát remélhetőleg ez megoldja a problémát. Nyilvánvalóan egyébként mindenféle intenzitású csapadékra nem lehet fölkészülni, tehát így is előfordulhat, hogy nagyobb intenzitású csapadékok esetén itt valamiféle víz megjelenik, de hát a talajszerkezet az olyan, én úgy gondolom, és hát a helyi védekezést is a telek tulajdonosoknak meg kell oldani, tehát erre is gondolniuk kell nyilván. A csapadék vízelvezetés az eddig is problémát jelentett, hiszen ilyen zúzott bazalttal volt terítve ez az útfelület, hogy ne legyen saras, viszont nagyobb esők után az iskola utcához lemosta ezt a zuzalékot az eső, és ott elég baleset veszélyes volt ennél a kereszteződésnél. Tudván, hogy itt nem sokan veszik figyelembe a közlekedési szabályokat, hiszen ugye most már minden irányból ugye egyenrangú útkereszteződés alakult itt ki, és bizony jobb kész szabályt azért be kell tartani. Hát ez így igaz, nyilván lemosódni most már nem fog ez a márgás murva, amivel eddig ezek a butak ugye fel voltak szórva. Hát a kereszt pedig, hát ugye ezt, mint tudjuk, a jobb kész szabály mindenkire érvényes. Egyébként nyilván a iskola utcának nagyobb forgalma, tehát későbbiekben lehet, hogy az önkormányzat majd leszabályozza a forgalmat. De egyelőre ezzel még nem foglalkoztunk. Jelenleg a jobb kész szabály érvényes. Hát akkor most már kellemes itt tartózkodást kívánhatunk a lakóknak. Én is úgy gondolom. Köszönöm. Zánka falu lakosságának részéről egy komoly igénye merült fel annak idején, és most úgy néz ki, hogy megvalósulni látszik, urna helyek lesznek kialakítva itt a zánkai temetőben. Igen, hát valóban ennek már többször nekifutott a testület. Végül is, hát most jött el ezek szerint az ideje, hogy ez megvalósuljon. Gyakorlatilag 10 darab urnasír került kialakításra, amely urnasírokba darabonként 8 urna elhelyezésére nyílik lehetőség, és hát mögöttem ugye az urnafal látszik, ami, mivel típus gyártmányról van szó, így bővíthető, és amennyiben hát az élet, illetve a halál úgy hozza, akkor ezeket bővíteni tudja a mindenkori önkormányzat, és én úgy gondolom, hogy ezzel egy viszonylag olcsó, és hát a kornak egyre inkább
igényként megjelenő és felmerülő temetkezési módot alakított ki az önkormányzat. Ehhez kapcsolódott egyébként itt a temető felújításhoz, itt a hátam mögött talán látszik, hogy éppen Szelerei Lea a falu gondnokság egyik dolgozója a kopjafákról, illetve ezekről, hát talán kopjafának nevezhetjük a táblákat. Ezeket már többször cseréltük, és ugye a fa hát nem egy maradandó dolog, és most a kivitelező, tehát aki az urnasírokat, illetve az urnafalat készítette, kivitelező vállalta, ez ajándékképpen úgymond ezeket betonból, műkőből ki fogja önteni, és azokra fogják felcsavarozni a falugondnokság dolgozói, valamint itt ez van egy eléggé csúnya akna, ami használaton kívüli van, az elbontásra fog kerülni, és arra pedig egy keresztet, ami ugye minden temetőnek többé-kevésbé része, az fog kerülni, ez is felajánlása volt a kivitelezőnek, aki a sírokat készítette. Ezen kívül, ahogy jöttünk lefelé, egy eléggé szabályozatlan és rendezetlen út és parkoló volt, amit mostan a tulajdonviszonyoknak megfelelően lényegesen megnagyobbítottunk, tehát úgy gondolom, hogy ott a gépkocsik, amelyek egy temetés alkalmával ide érkeznek, azok el fognak férni, és hát az út is ki lett egyenesítve, egy kicsit ilyen gírbegúrba volt, ahogy éppen annak idején kialakult, most egyenes lett, és egy egyelőre első ütemben egy felület stabilizáció készült, tehát egy nagyon apró murva behengerelve, és hát amennyiben a lehetőségeink úgy hozzák, akkor nyilván ezt majd szilárd burkolattal fogjuk ellátni. Ami ide kapcsolódik, még van ugye a gyalogút, ami a patakon keresztül a Pizzériához vezet ki, az is meg fog újulni, rendezésre fog kerülni, hát itt azon a részen kisebb volumenű fejlesztésről van szó, lévén az magánterületen halad keresztül, tehát ott csak éppen annyi, hogy egy biztonságosabb és jobb megközelíthetőséget azért ott is igyekszünk kialakítani, amennyiben a tulajdonossal megegyezünk, és ami még a temetőhöz tartozik, itt tőlem északra eső terület, amely jelenleg állami tulajdonban van, a Nemzeti Vagyonkezelőnek a tulajdonában van, ezt mi megigényeltük térítésmentesen a temető bővítés érdekében, nyilván nem szőlőt akarunk telepíteni oda, de hát az élet, mint látjuk, ugye gyakorlatilag már lassan a temető hátsó kerítése felé közeledik sajnos a síroknak a sora, tehát mindenképpen ugye bővíteni kell, és ez egy közel 2 hektáros terület, ami ha az önkormányzati tulajdonba kerül, és a temető céljára egyébként nagy valószínűséggel meg fogja kapni az önkormányzat térítésmentesen, akkor abba az irányba fog bővülni a temető. Említette polgármester úr, hogy le lesz aszfaltozva majd a parkoló, ami most már el lett egyengetve, tehát már látványában is azért külön, mint ami eddig volt. Van egy kis vízelvezető árok, vagy egy kis terelő beton árok építve. Ez most még el fogja bírni a mostani esőzéseket, mert gondolom későbbiekben, ha már aszfaltozott lesz, akkor szabályozottabb lesz a vízelvezetés, de most még azért látszik a murvás úton lefelé a lejtős részen, hogy kimarta, illetve kimosta az eső a területen egy kis részt. Igen, hát ezt fogja megoldani majd a felületnek a végleges rendezése, ez nem idei beruházási dolog, ebben az évben a vagyon, tehát a tulajdonviszonyokat, illetve a területviszonyokat igyekeztünk rendezni, kialakítani, illetve ezt a plusz dolgot hozzávenni, urnasírokat. Hát ebben az évben erre futotta, úgy gondolta az önkormányzat. Nyilván amennyiben ez a végleges burkolat megépítése kerül, akkor övárkokat, vízelvezetést véglegesen meg kell oldani. De hát ez egyelőre úgy gondolom, hogy az eredeti induláskori állapothoz képest egy lényegesen rendezettebb és biztonságosabb megközelítését szolgálja a temető. Mindenképpen. Van még egy beruházás a falu határába, az úgynevezett hátsó elkerülő út, ami Monoszló előtt, illetve hát Szent Antalfai irányba köti össze, illetve hát kerüli el a faluba bevezető országutat, onnan épül, illetve alakul át a hegy irányában egy út. Igen, hát ott ugye ez is régi igény, hogy a hegyi utakat hozzuk rendbe, tartsuk karban. Többször kísérleteztünk pályázati forrásból ezt megoldani, sajnos
a pályázatok, az eddig megjelent pályázatok olyan út szabályozási szélességeket írtak elő, amelyek hát rendkívüli költséget, tehát kisajátítás, több más buktatója lett volna ennek a dolognak, az nem valósulhatott meg, így ezt önerőből kezdtünk neki. Egyrészt ugye az évtizedek során, ahol jobb volt az út, mindig arra tolódott, és most már magánterületen halad egyébként az az út, tehát az ki lesz egyenesítve, és a valós tulajdonviszonyoknak megfelelő önkormányzati területre kerül áthelyezésre, gyakorlatilag itt erről van szó, és hát ahogy az önkormányzat anyagi helyzete engedi, meg esetleges pályázati lehetőségek, nyilván úgy fogjuk bővíteni és tovább folytatni ezt a munkát. Egyelőre itt erről a 6-700 méteres szakaszról van szó, ami ott el fog készülni. Ezeknek a munkálatoknak mikor a várható a befejezése? Hát gyakorlatilag ez júliusban, 15-20-a körül be fog fejeződni. Tehát júliusban be fognak fejeződni ezek a munkálatok. Ott úgy gondolom, olyan különösebben nem akadályozzák. Tehát az őszi szünetre már mindenki kényelmesen fel tud jutni a szőlőjéhez. Igen, persze. Polgármester úr, köszönöm szépen az eddigi tájékoztatást. Kérem szépen, köszönöm. Az Ánka óvodánál is serény munkálatok folynak. A új térkövezést kap az óvoda terasza. Miért volt erre szükség? A sorozatos felfagyások miatt és repedések elkerülése érdekében? Igen, pontosan ez volt az oka a dolognak. Ugye gyakorlatilag nagyon rossz, illetve nem volt alászigetelve ez a terasz, és hát próbálkoztunk mi itt ezelőtt egy 7-8 évvel egy felújítással, ami sajnos ismét felfagyott, és végül is úgy döntöttünk, hogy egy kültérre alkalmas térburkoló elemekkel lesz az egész leburkolva, tehát ezekkel az úgynevezett köztéri díszburkolattal lesz az egész terasz leburkolva. Amellett a balesetveszélyessé vált a korlát is, az még talán a építéskori korlátok voltak, tehát az is fel lesz újítva, arra egy helyi vagy környékbeli vállalkozó, Semsei Tamás kapott megbízást. Ez egyébként mint egy 5 millió forintos beruházásról van szó itt is, mivel mind a két terasz nyilván föl kell újítani, illetve teljesen ki lesz cserélve az oldalfalakkal együtt és a lépcsőkkel. Ezen kívül ugye, mint látják, ide új, ez az egyik új játék, ezen kívül még több kisebb új játékot vásároltunk ide az óvodába is, és ezen kívül a lakótelepre, tehát az Ifjúság utca melletti játszótér lakótelepére is hasonlóan új játékok kerültek, valamint a strandra a úgynevezett gyerekpancsolóhoz vagy fövenyhez, fövenyfürdőhöz kerültek új játékok. És hát gyakorlatilag ezzel úgy gondolom egy régóta vajúdó problémát, hiszen a gyerekek rossz időben, sáros időben nyilvánvalóan az utcán, a udvaron nem tudnak játszani, és akkor a terasz marad. Oda egyébként még ilyen nap árnyékoló, nap ellenző szerkezetek is lesznek fölé beépítve, amelyek hát nyilván a naptól fogják védeni a gyerekeket, amikor játszanak. A strandról még egy pár szót, majd nyilván oda is eljut a Zánka TV és a kamera, tehát ott azon túlmenően, hogy új játszóterek alakultak ki, új vizes blokkok épültek már, mint rongálásbiztos zuhanytálcák, zuhanyozók, amire szintén szükség volt, ezek úgy gondolom nagyon esztétikusak, korszerűek, szépek lettek, és ugyan a szezon kezdetre terveztük a partvédőműnek, partfalnak a felújítását, de hát olyan magas volt a Balaton vízszintje, hogy nem tudtak munkagépek bemenni, és nagyobb kárt tettek volna, mint amekkora a munka volumene lett volna, azokat ősszel várhatóan addigra. Ha jó idő lesz és jó szezonunk lesz, akkor nyilván lejjebb fog menni a Balatonnak a vízszintje, és akkor tudják azokat elkészíteni. És a strandon még egy jelentős dolog van, az egy 10 milliós teljes egészében támogatott pályázatról van szó, mozgássérült bejárók fog kettő elkészülni, ezeket a ivóvíz hálózati nyomás fogja a hidraulika rendszerét működtetni, rá kell tolni a kocsit, vagy rámegy a mozgássérült, és akkor az le fog süllyedni, és gyakorlatilag így lehet majd megközelíteni, és ez az egy hiányzott még onnan, amit a kék hullámzászló bírálatok a részrevételezett mindig a bírálóbizottság, hogy mozgássérült bejárunk nincsen, ez meg fog épülni. A közbeszerzés miatt sajnos ez is elhúzódott. Minden beruházásunkat később tudtuk indítani, a közbeszerzés ugye nyilván kell, mert törvényszerű, jogszerűen csak így lehet lebonyolítani. Egy kicsit talán gátja gyorsaságnak, viszont jogszerű, és
kész. Tehát az óvodában gyakorlatilag ez történt, és hát már itt vagyunk, ugye nem messze a faluháztól, ide egy új színpad készül, egy hordozható színpad, mert a régit azt ugye Zánka jó szívű lévén sokaknak kölcsönadtuk, és tönkrement az eddigi hordozható színpadunk, és egy újat készítettünk oda is. Ezekre a beruházásokra sikerült valamilyen pályázati pénzeket is nyerni? Részben, összességében ebben az évben 80 millió forint pályázati pénzthez jutott Zánka, amivel hát nyilván a saját forrást váltottuk ki. Ebben benne van egyébként a napelem, ami talán nem, innen nem látszik, de az óvoda és a faluház tetején ugye napelemek épültek, ami egy 14 milliós beruházás volt, és 30% önrészt kellett ehhez biztosítani. Megjelent egy újabb pályázat, és éppen előbeszélgettünk alpolgármester úrral, képviselőtársaimmal, hogy ezt folytatjuk, és a majdan várhatóan fél éven belül megépülő polgármesteri hivatalra is már nyújtunk be pályázatot, az iskolára is. Igaz ugyan, hogy a klikk és állami kezelésben van ez az építmény, de hát nyilván magunkénak érezzük az iskolát is, és ugye előbb volt, onnan jöttünk ugye ide a munkaterület átadása, a műfüves pálya építése megkezdődött, és ott láttam, hogy az Ánka TV készített egy riportot, egy volt évfolyam társam Breinik Miklóssal találkoztunk, aki az MLS-nek, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a műszaki ellenőre, hát együtt államvizsgáztunk sajnálatos módon már 1975-ben, úgyhogy nagy meglepetés volt, és örültünk egymásra, mert annak idején még ráadásul egy baráti körbe is tartoztunk, sokat söröztünk együtt. Polgármesterről említést tett az új leendő polgármesteri hivatal épületének a megépítéséről, illetve kezdéséről. Mi volt az akadálya eddig, hiszen úgy volt, hogy már az év elején elkezdődik az építkezés, illetve hát valamilyen munkálatok? Igen. Egyrészt ugye megjelent egy pályázat, amely a adósság konszolidációban nem részesülő önkormányzatok részére lett kiírva. Ugye, mint tudjuk, akiknek jelentős adósságuk volt, az el lett törölve, le lett nullázva, sajnos az 1000 milliárd fölötti összeg volt, viszont a maradék 1100-200 kisebb önkormányzatnak, akiknek nem volt hitelük, összesen 11 milliárd, tehát az arányok azok egy kicsit mások, ugye a 10 és az 1000 milliárdos összeg között, de hát nyilván ez is az volt. Emellett ezen egyébként 20 millió forintot nyertünk a polgármesteri hivatal építéséhez. Emellett a közbeszerzési eljárást és a terveket, őszintén szólva tanulmányterveket készítettünk, úgy, mint ahogy tettük azt az orvosi rendelőnél is. De az első közbeszerzési eljárásnál annyira sok olyan megválaszolatlan kérdés érkezett be, amelyek a tervező, bonyolító és hát a mi véleményünk szerint is olyan ártöbletet eredményeztek volna, lévén a kivitelező nyilván bebiztosítja magát és beárazza azokat a bizonytalansági tényezőket, amelyek egy tanulmányterv megléte, illetve a kiviteli terv nem megléte esetén fölmerülhetnek, hogy úgy döntöttünk, hogy komplett teljes kiviteli tervet készítettünk el, ami építés, statikus, gépész, elektromos, víz, csatorna, tehát minden egyes szakági tervet elkészítettünk, és én úgy gondolom, hogy talán ennek volt az az eredménye, hogy egy tárgyalásos eljárást folytattunk le, ahol lehetett ugye az árban a kivitelezőknek lejjebb menni, és az első körös 118 milliós árajánlattal szemben 89 milliós végleges ajánlat érkezett be, és ez a Vemévszer egyébként egy nagy múltú és nagyon jó nevű veszprémi kivitelező cég nyerte el ezt a pályázatot, hogy egy párat mondjak, amiket ők készítettek, a veszprémi körgyűrű és a csatlakozó úthálózat, a Füreden a Jókai villa, a Vasszari villa, a Gyógytér, az Vásárcsarnok felújítása, a polgármesteri hivatal felújítása, akkor a hivatallal szemben lévő mélygarázs, és ott egy lakóépület sor van, tehát ezeket így, hogy be lehessen lőni, hogy hova is tartozik ez a kivitelező, ő nyerte meg végül is ezt a pályázatot. Gyakorlatilag egy pár nap múlva írhatom alá a szerződést, akkor jár le a fellebbezési határidő. Ebből adódóan a kivitelezésnek a befejezési határidejét módosítottuk. Az február vége lett. De én úgy gondolom, hogy hát 41 néhány évet egy meglehetősen mostoha körülmények között eltöltött hivatal, és ez egy annyira
minőségi változás lesz, hogy én úgy gondolom, hogy itt pár hónapon nem volt szabad, hogy ezen múljon, és egy olcsó népszerűség nagyon sokba került volna egyébként, úgy gondolom, tehát nyilvánvalóan a falu érdekei ezt kívánták, hogy ezeket a lépéseket megtegyük, amiket elmondtam, és itt azért azt szeretném, hogyha érzékelnék, meg látnák mindannyian, hogy itt nem alapvetően egy új építményről van szó. Ugye Zánka azért egy mikrotérségnek lett a központja most. Ugye a rendszerváltás előtti működési, közigazgatási, hivatali határ hát vissza ugye a Nivegyvölgy visszajöttével. És ha belegondolunk, hogy környezetünkben, gyakorlatilag Tihanyban, Balatonfüreden nyilván természetesen, Tihanyban, Zánkán, Badacsonyban lett itt a vízparton hivatal. Tehát azért ezt, és nagy múltú, nagy hagyományokkal rendelkező településeknek nincsen, akiket én nem akarok említeni, meg bántani sem akarom őket, mert nyilván ennek ők sem örülnek. És Zánkának ez sikerült, tehát én úgy gondolom, hogy azzal, hogy a hivatal is ide került, ha csak körbenézünk, fogorvos, háziorvos, állatorvos, kultúrház, bölcsőde, óvoda, iskola, posta, postánk is megmaradt, nagyon sok helyen nem emlott meg a posta sem, ugye gyógyszertár, és maga a hivatal, tehát gyakorlatilag egy nyugat-európai mintájú kis komplett falu, már intézményhálózattal rendelkező falu vagyunk, ami azért nem kis dolog, és ugye amikor megkérdezik tőlem többben, hogy a Rákóczi út, Iskola utca mikor kerül sorra. Sorra fog egyébként nyilvánvalóan kerülni, de ugye ezek az intézmények megléte, tehát választani kellett ezelőtt mondjuk 20 évvel, 25-tel, hogy milyen irányba indul el a falu. Én úgy gondoltam akkor, hogy legyen teljes az intézményhálózatunk. Tartsuk meg, mert és valahol ez úgy gondolom igazolta a várakozásokat, hiszen a 850 lelkes Zánkából már 1017 volt éppen múlt héten a falu lélekszáma. Tehát nem elvándorolnak az emberek, hanem ide telepednek, nyilván az olcsóbb telekértékesítésnek köszönhetően is. De így összességében ugye ezeket működtetni kellett lényegesen több költségért, mint amennyi normatív támogatást kaptunk hozzá, már állami támogatást, és ez bizony halasztotta. Mindenesetre a községközpont tervei elkészültek, nyilván ez több lakossági fórumon átment, és a regionális fejlesztési ügynökség, valamint a Veszprém megyei közgyűlés elnöke most kért be településenként olyan projekteket, amelyeket a közeljövő pályázati programjaiban szerepeltetni kívánnak. Na most mi Zánka esetében ezt az egyet adtuk le, tehát Zánka községközpont turisztikai vonzerő fejlesztése címmel, a pontos neve, ezek a szavak biztos benne vannak, most hirtelen nem tudom idézni. Tehát én bízom benne, hogy ez be fog kerülni ebbe a közeljövőnek a fejlesztési programjai közé, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez 400 millió forintos beruházás összességében. Tehát mire a Rákóczi úton végül a járdák, díszburkolat, a csapadékvízcsatorna eltakarása, új világítótestek, parkok, zöldszigetek, kerti bútorok, és ugyanez az iskola utcában is elkészül, ez 400 millió. Tehát ennyit Zánka önerőből egészen biztos, hogy nem tud kigazdálkodni és megépíteni. Tehát ezt alkalmas pályázati pénz lehetőségre kell várnunk, és én bízom benne, hogy ez a, mit mi leadtunk fejlesztési programot, és első helyen is egyként adtuk le Zánkára, hogy ez be fog kerülni, és a elkövetkezendő 4 évnek ez egy nagy feladata lesz, és én úgy gondolom, hogy ha az elkészül, akkor Zánka gyakorlatilag intézményrendszerében és külső megjelenésében is egy teljesen összkomfortos településé válik. Említette polgármester úr, hogy egy komplex tervet kellett készíteni, tehát mindenre kiterjedő tervezettel lehetett megkezdeni az építkezést. Ez akkor most már úgy néz ki, hogy csúszás nem jelent, tehát teljes mellszélességgel neki lehet kezdeni akkor az építkezésnek, és akkor várhatóan tényleg februárra átadásra kerülhet az új önkormányzati épület. Kap itt más is helyet, más szervezet, vagy csak az önkormányzaté lesz? Igen, akkor most visszakanyarodtunk a polgármesteri hivatalhoz. Természetesen a teljes falu gondnokság leköltözik, ugye ez egy háromszintes épület. A legalsó szintje az egy szuterén szint lesz, ott kap helyet a falu gondnokság. Tehát ott garázsok lesznek, öltözők, vizes blokkok,
kisebb iroda a falugondnak, illetve nem falugondnak irodája fönn lesz. Tehát gyakorlatilag a szuterén szinten ez lesz, az első szinten lesz maga a hivatali apparátus, ami egyébként 300 négyzetméter, és a legfelső szint az egyelőre tetőszigeteléssel és nyilván magával a tetőszerkezettel befejeződik, de távlati elképzeléseink szerint a könyvtárat szeretnénk oda letelepíteni, tehát már a tetőtérbe vezető mozgássérült liftnek az aknái elkészülnek most ebben az együttemben, és hát várhatóan egy pár éven belül a könyvtárat is le kellene ide telepíteni, mert hiszen parkolási lehetőség, korszerűtlen épületről van szó, tehát mindenképpen jobb helyen lenne, és akkor már az a legutolsó közintézményünk is gyakorlatilag a községközpontba, intézményközpontba lekerül. És egyébként a határidőben pedig hát február 28-a befejezési határidő, hát itt rendkívül szigorú kötbér feltételeket szabtunk meg a szerződésben, amit még nem írtam ugye alá, mint tudjuk, de maga a cég múltja és a felkészültsége ez egészen biztosan garantálja, hogy ez határidőre el fog készülni. Ami még a falu lakosságát érdekelheti, a rendőrségnek van itt egy irodája, ugye a körzeti megbízati iroda, valamint a polgárőrségnek is van egy irodája, két különböző helyen viszonylag messze egymástól. Ezekkel kapcsolatban van-e valami távlati terv, hogy ezeket összevonják közelebb ide a falu centrumához? Igen, hát a rendőrségi körzeti megbízotti iroda vizes blokkal és egy korszerű kiszolgáló helységekkel együtt az lekerül ide a polgármesteri hivatalba, tehát az itt fog véglegesen helyet kapni, úgyhogy a kapitány úrral, a Regdonald ezredes úrral találkoztam és említettem neki, és nyilván beszéltünk már róla, sőt főkapitány úrral is a múltkor, amikor átadtuk Füreden a rendszám felismerő rendszer, tehát ők is már nagyon várják, tehát egy csomóban ők is nyilvánvalóan, az is egy rossz helyen is van, korszerűtlen is, tehát nyilván azt is meg kellett oldani, és ezzel a beruházással az is megoldódik. Az épület konkrét helye itt a posta melletti területen lesz, itt az iskolával szemben ugye van egy emlékpark, de mellette ott van egy pince is, úgy tudom, hogy az megmarad, és ezekhez képest hol fog elhelyezkedni az épület? Hát az magántulajdonban van az a pince, az a valamikori Lídia, tehát a Varga családé volt, az egy magántulajdonba került, ugye úgy volt, hogy a Szigeti Jóska a Kábel TV-nek a régebbi tulajdonosa fog ide építkezni, hát úgy látom, hogy nem nagyon szándékszik már a tégla is el lett víve innen, tehát az magántulajdonban van, azt nyilván rendbe fogjuk hozatni, de az ott marad, mert feltételezem, de hát az ugye magántulajdonban van, ez egyébként a hivatalnak a kijelölt helye, az a Millenniumi Park és a posta közötti területen van, tehát ott fog elhelyezésre kerülni, pont az iskolával szembe körülbelül. Hát kíváncsian várjuk most ezt a rengeteg fejlesztést és az eredményét. Hát meg fog valósulni mindegyik, úgyhogy forrásai biztosítottak, fedezete megvan, ezeket ha kifizetjük, akkor is 100 milliós nagyságrendű tartalékkal fogunk még rendelkezni, tehát úgy gondolom, hogy minden el fog készülni időben. Még az oldalra egy fél kérdés erejéig, mikorra készül el itt a burkolat? Tehát tulajdonképpen amíg tart az óvodai szünet, ez idő alatt sikerül befejezni? Hát egy pár napos csúszása lesz, e hét végére fog elkészülni, ha jól tudom, most hanyadika van ma? 8-a, 7-e, tehát még ez a hét, tehát gyakorlatilag július közepére el fog készülni. Polgármester, nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát, sok sikereket kívánunk. Köszönöm.